Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, műsorunk vendége Balog Tamás, műemlékvédelmi szakjogász, hajóroncskutató, hajózás történeti szakíró, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózás Történeti Egyesületének elnöke. A beszélgetést felvételről hallják pénteken reggel 9 órakor rögzítettük. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Néhány szó vendégünkről. Balogh Tamás több mint 500 hajózás történeti publikáció, köztük 8 könyv szerzője, 16 történelmi hajóroncs feltárásánál közreműködött szakértőként. Vezette a Magyar Búvár Szakszövetség Tudományos Bizottságát, tagja volt a Vízalatti Tevékenységek Nemzetközi Szövetségében működő tudományos bizottságnak, és a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló egyezményt felügyelő kormányközi UNESCO testületnek is. Bár csak egy békésebb téma kapcsán találkozhattunk volna, hiszen nagyon érdekes területtel foglalkozik, de most azért vagyunk itt, mert a titanik után egy Titán nevű hajó is hullámsírba merült az Atlanti óceánon. A Titán egy mini tenger járó, amelynek szakszemélyzete turistákat vitle, le a világ leghíresebb hajóról, de megszakadt velük a kapcsolat, a kereső csapatok nem jártak sikerrel, az oxigén elfogyott, ennek az öt utasnak a túlélésére tehát nem volt remény, ők meghaltak. Legyen első témánk az, ami a legértékesebb, az ember, kik vesztek oda. Egy ötfős személyzetről beszélünk, illetve a hajó fedélzetén öten tartózkodtak. Ketten a céget képviselték, köztük volt Stockton Rás, aki ugye vezette is a tenger alatt járót. Ő az Ocean Gate inc nek a tulajdonosa és igazgatója, e és mellette teljesített szolgálatot a hajó fedélzetén a 76 éves Paul Henri Narzsolé, aki annak idején a 80-as években a hajó feltárásában, illetve megtalálásában is közreműködött, és azóta 37 expedíción vett részt a Titanic roncsaihoz, ezből 12 esetben az Ocean Gate titányának a fedélzetén. Ah. És rajtuk kívül három fizető utas teljes volt még a fedélzeten, Hamish Harding, brit milliómos, Kalandor, Sazdada Davud, és a fia, 19 éves fia Szulejmán, aki szintén Nagy-Britanniából csatlakoztak a küldetéshez. a Davud érdekes személyiség, amennyiben ő a harmadik Károlynak az egyik még Veszi Herceg korábban tett alapítványa, a Prince Trust igazgató tanácsának az egyik tagja. Ennél fogva ugye a személyek összetett nemzetiségi hovatartozására tekintettel a nemzetközi expedíció is gyorsan fölállt, amelyik a megmentésükre törekedett. Tehát egyrészt amerikai, másrészt kanadai, harmadrészt brit, illetve francia kutatóhajók indultak a segítségükre. Az öt eltűnt utasból három tehát gazdag turista volt, nem az elsők, de az elsők, akik oda vesztek. Értem én, hogy a Titanic roncsát látni hatalmas élmény. És minden pénzt megér, főleg, ha valakinek sok pénze van. De egyáltalán mit és hogyan lehet látni 3800 méter mélyen az Atlanti-óceán fenekén egy hajóroncsból, történetesen a Titanicból? Ennek a merülő eszköznek, amelyel oda egyetlen egy ablaka volt, egy 35 cm átmérőjű kör alakú úgynevezett ökörszemablak, akrilból készült, és érdekessége egyébként, hogy az a társaság, amelyik elkészítette, saját maga csak 1300 méteres mélységig hitelesítette. Amikor ugye az Ocean Gate megkísérelte ennek a hitelesítési limitnek a kitolását az általuk tervezett 4000 méteres mélységig, akkor a cég erre nem vállalkozott. Megjegyezték, hogy lehet, hogy a gyártmányuk biztonságosan kibírja ezt a mélységet. Is, amiről ugye a megelőző 12 expedíció valóban gyakorlati példákkal szolgált. Azonban azt mondták, hogy ők csak 1300 méterig tudják vállalni a hitelesítést, mert addig vannak hitelesítő eszközeik. Tehát ami teljesen biztos, az ez az érték. Na most ez az egyetlen egy ablak szolgál a közvetlen vizuális észlelés céljára. Azonban azt tudni kell, hogy a több mint 3800 méteres mélységben, ahol a titani roncsai fekszenek, zéró látótávolságban. Tehát, ha nem lennének lámpák, illetve mesterséges fényforrások ezen a merülő Eszközön, akkor gyakorlatilag semmit nem lehetne látni. Az észlelés így is kétséges azonban, hiszen a Titanic esetében egy parlament méretű vízi jármű roncsairól beszélünk. Ehhez képest azok a fényforrások, amelyeket maga a tenger alatt tud magával vinni, ennek egy nagyon kicsi korlátozott részét képesek egyszerre bevilágítani. Ráadásul, ahogy ugye említettük is, öten tartózkodnak a fedélzeten, és még ha közülük csak hárman utasok is, hiszen a többiek valószínűleg már sokkal jobban ismerik a Titanicot annál, hogy minden egyes alkalommal a természetes első rácsodálkozás élményével tekintenének keresztül ezen az ablakon, a többi három ember azért nyilván szeretne valamit látni belőle. Az interneten egyébként, aki rákeres, korábbi expedíciók alkalmával készült fényképek láthatók, ezen, amelyeket ezen az ablakon keresztül készítettek. Tehát körülbelül ezt úgy kell elképzelni, mintha tényleg a parlamentet egy gyakorlatilag egy zseblámpa fényénél próbálnánk megészlelni. Egy 3-3,5-4 méter átmérőjű fénykörben látható részletek azok, amelyeket detektálhatnak. Illetve Amennyiben speciális videó eszközökkel egészíti ki ezt a fényszóró apparátust, akkor a belső térben elhelyezett LCD kijelzőn még esetleg további részletek láthatók. A kutatók, a szakemberek, a tudósok, ha úgy tetszik, ugyanezért visznek le gazdag turistákat az Atlanti óceán mélyére a Titanic roncsához, amiért a serpák, a magashegyi vezetők ugyanilyen gazdag turistákat felvisznek a Monteverest tetejére, Pénzért? Haszonért, üzletért, amiből akár nemes célokat finanszíroznak. Az Everestet legtöbbször megmászó serpa egyetemistának adta a fiát, nem magas-hegyi vezetőnek, abból a pénzből, amit az Everesten keresett. Ugyanezért érdemes komoly szakembereknek turistákat levinni a Titanichoz, mert aztán a pénzt kutatási célra, tudományos célra fordítják, vagy ez csak egy üzlet haszonért. 1985 óta, mióta a titanik roncsait megtalálták, összesen 2012-ig, tehát az első edés centenáriumáig 140 ember járt a titaniknál, beleértve mindenkit. Tehát azokat is, akik kereskedelmi célra, akár például filmforgatás céljával, mint James Cameron, vagy turisztikai célra látogatták meg a roncsot, hozzá kell tenni, ők vannak kevesebben, illetve a kutatókat is, akik ténylegesen valamiféle tudományos hozzáadott érték előállítása érdekében expedíciókra tagjaként keresték fel a roncsmezőt. Ez a kör néhány fővel bővült azóta. 2023-ig nem ért el a 250-et azoknak a száma, akik lent jártak a tengermélyén. Gyakorlatilag 2005-ben volt, 2019-et megelőzően az utolsó olyan misszió, amiben emberek is részt vettek, és csak 2019-ben az egyébként idén májusban bejelentett a teljes roncsmező és a roncs digitális rekonstrukcióját elkészítő Magellan expedíciónak a tagjai voltak azok, akik hosszú idő után, 14 év elteltével először vállalkoztak arra az egyébként emberpróbáló feladatra, hogy ebbe a különleges mélységben merészkednek és onnan épségbe vissza is jönnek. 2021 és 2023 között működött az Ocean Gate. Ők ehhez képest nem tudományos célra, hanem kizárólag üzleti célra, profit érdekében vállalkoztak a merülésekre. A csapat tagja közül egyedül Polan volt az, aki már jel jelentős jártassággal rendelkezett a roncs merülésében. Ő a francia haditengerészet kötelékében teljesített parancsnoki beosztást, és egyébként a Búvár szakszolgálat vezetője is volt egy ízben. Ő az Ifremernek, az Institut Frances de la Chers, Exploitation, de La Mer nevű szervezetnek, tehát a Francia Állami Tengerkutató Intézetnek a tagjaként, a Nautil mélytengeri merülőhajónak a parancsnokaként járt a roncsnál nagyon hosszú időkön keresztül. Volt tehát rutinja, és nyilvánvalóan a részvétele önmagában mutatja, hogy ő őszintén is meggyőződéssel bízott a szerkezetben, amelyel útnak indultak. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ennek a, az Ocean Gate nevű társaságnak a e, teljes üzleti portfóliója, üzleti terve nem ismert, azonban a marketing anyagai igen. És ezekből kiderül, hogy igyekeztek arra különös hangsúlyt fektetni hogy azok, akik jelentős pénzösszeget, ugye 250 ezer dollárt fejenként áldoznak arra, hogy ebben a járműben elérjék a titani kroncsait, úgy érezzék, hogy ezt nem csak a saját kettelésükre teszik, hanem valami a saját jelentőségükén túlmutató kulturális célt, missziót is teljesítenek, amennyiben például mission specialistnek nevezték őket, tehát küldetés specialistának, ezzel is azt sugalva, hogy valami olyasmit tesznek, ami önön szórakoztatásukon túlmutat. A szervezők igyekeztek legalább filmfelvételeket készíteni a roncsor roncsmezőről. Természetesen ugye az idén májusban bemutatott teljes háromdimenziós roncsmodell óta ennek az értéke jóval viszonylagosabbá válik, és ugye ezeknek a felvételeknek az elkészítésében való közreműködést jelölték meg tudományos célként. 2012-ben azonban már egy teljes méretű fotómozaik készült magáról a roncsról, azóta pedig ugye idén elkészült ez a roncsmezőről is, amelynek egyébként már évek óta nagyon részletes térképe is rendelkezéssel. Olyan mértékig, hogy karkötők méretű tárgyakról lehet tudni, hogy pontosan hol helyezkednek el. Egyébként ezen a jelentős kiterjedésű, csak nem 9 hektár eh, kiterjedésű roncsmezőn, úgyhogy nagyon-nagyon viszonylagos annak a jelentősége, hogy ez a fajta eh, tudományos hozzáadott érték érdemben mivel tud hozzájárulni magának a roncsnak a feltérképezéséhez. Természetesen nem szabad ezt kizárni. Polnari Nárzsolé is részese volt szakértő tanuként annak a 2001-ben amerikai bíróság előtt Virginiában zajló pernek, amelynek az volt a hogy eldöntsék, vajon szabad-e belevágni a Titanic egyben maradt roncsaiba, annak érdekében, hogy az eredeti Marconi gráfot, amelyel a segélykérő rádióüzeneteket annó Jack Phillips leadta, kiemeljék a hajó roncsból. Hiszen a korábbi bírói gyakorlat egyintetű volt abban a tekintetben, hogy nem szabad belevágni a roncs egyben maradt intakt részeibe, csak és kizárólag olyan leleteket lehet a lelőhelyről felhozni, amelyek leváltak természetes módon, vagy a sűrjedés során, vagy az azóta bekövetkező fokozatos állagromlás során roncsól és ott hevernek valahol a környezetében. De magát az egyben maradt mint a troncsot nem szabad szándékosan károsítani. És ugye ezt a, az ítéletet változtatta meg Rebecca Beach Smith, amerikai bíró, többek között Paul Henry szakértő tanúvallomás alapján. Egyébként az az amerikai szervezet, amelyik az állam nevében engedélyezni jogosult a leletmentést a roncsmezőn, ez a NOA, megtámadta az ítéletet, és ugye ennek a felülvizsgálata folyamatban is van. Meglátjuk, mi lesz a vége előtte azonban arról, hogy megérdemelte a titán ez a mini tenger járó a nevét, mert egyes vélemények szerint ez egy tákolmány, amit kívülről leszegecselnek, belülről nem lehet kinyitni, a padlón kell ülni, igazán önálló manőverezésre nem képes, veszélyes, állítólag egy videójáték kontrollel segítségével irányították. Mások, szintén szakértők azt mondták, azt mondják, hogy egyébként minden engedélye megvolt, és a célnak megfelel. Hol van az igazság? Szokás szerint valahol középen? Minden bizonyal, ugye eddig nyilatkozatok és ellennyilatkozatok váltak ismerté. Most, hogy már a sajnálatos végeredmény ismert, és lehet tudni, hogy itt egy halálos kimenetű szerencsétlenség történt, nyilvánvalóan hivatalos vizsgálat fog következni, és én biztosat majd csak annak az ismeretében mernék állítani. A tehát arra szorítkozhat bármilyen felelős véleményformáló, hogy az eddig ismerté vált tényeket összegzi. Ezek alapján a következőket lehet tudni. Magát a Titánt egy korábbi merülőjármű továbbfejlesztésével hozták létre, 2018 és 2019 között. Addig a cég, az Ocean Gate végzett ugyan óceáni és tengermélyi merüléseket, azonban részben csak part közelben, részben csak kismélységben. E, hajóroncsot pedig csak addig egyetlen egy ízben látogattak meg. Ez az 1956-ban elsüllyedt amerikai partivizeken nyugvó Andrea Doria olasz óceánjárónak a roncsai voltak. Tehát ilyen mértékű kihívást, mint amilyet egy csak nem 4 kilométer mélységben fekvő hajóroncsnak a felkeresése jelent, ez a cég addig Korábban még nem teljesített. Éppen ez az oka annak, hogy 2018-ban a Marine Underwater Society egy világszerte több mint 3800 szakembert, mérnököt többek között, de politikai döntéshozót is tömörítő, a tengermélyi iparágakat és azok képviselőit képviselő nemzetközi szervezet felhívást intézett Stockton amelyben igen agódó és határozott hangú levélben kérték arra, hogy az eddig általuk megismerhető információk szerint ez a jármű nem biztonságos, nem felel meg egyetlen egy nemzetközi minősítő rendszernek sem, sem az amerikainak, az American Board of Shippingnek a biztonsági elő írásait nem teljesíti, sem pedig a nemzetközi minősítéseket, akár a Brit Lloyds, Lloyds Registerről van szó, akár a Norvég de Norske Veritas Intézetnek a minőségi elvárásairól. Erre Stockton azzal vágott vissza, hogy miután egy innovatív és kísérleti rendszert tesztelnek, ezért ez természetes, hogy nincs olyan hivatalban lévő minősítő szervezet, vagy érvényben lévő szabvány, amelynek ez a szerkezet meg tudna felelni. Ettől innovatív, ettől kísérleti. Maga a kísérleti jelleg abban állt, hogy hogy szokásosan ezeket a métengeri merülő eszközöket a legszilárdabb formára, az gömb alakra tervezik. 2017-ig az egykori szovjet, utána orosz technológia állt erre rendelkezés, ugye még James Cameron is, az Akademik Mistislav Keldis nevű orosz kutatóhajónak a két merülő szondájával, amelyet egyébként finnek építettek még a hidegháború idején, a Mire 1 és a mir 2 métengeri batiszkáfokkal, amelyek 6000 méteres mélységig voltak képesek lemerülni, látogatta meg a roncsot. Ezek is gömb alakú, titán burkolattal rendelkező tehát a Földön ismert egyik legkeményebb fém burkolatával rendelkező merülőeszközök voltak. Ehhez képest a titán egy nyújtott szerkezet volt, a gömböt két félgömbre szedték szét, és a két titán félgömb közé egy csövet építettek be, aminek az anyaga nem fém volt, hanem szénszálas merevítésű kompozit anyag. Ennek a vastagsága 12,7 cm, tehát közel 13 cm-es volt, aminek a tesztelésébe igyekeztek bevonni különböző elérhető a polgári elemek számára is szerződéses alapon igénybe vehető tesztkörnyezetet például a Washingtoni Állami Egyetemnek a tesztmedencéjét, ahol 3000 méteres mélységig tudták szimulálni ezekre a szénszálakra ható energiákat. Ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy abban a mélységben, ahol a titanik van, az anyag minden egyes négyzetcentiméterére egy eiffel nehezedik. Ezeknek a kísérleteknek az eredménye birtokában nyilatkozta azt Stockton hogy ez a hajó minden biztonsági feltételnek eleget tesz. Ugyanakkor elkövette azt a hibát, hogy a Boeingre, a názára és magára a kis kísérleti tesztmedencét biztosító Washingtoni Állami Egyetemre is hivatkozott, mint amelyek részt vettek a tesztelésben. Fájdalmas felismerés volt ugye az elmúlt napokban, amikor ez a három szervezet elhatárolódott közleményében ettől a kijelentéstől, és biztosította a közvéleményt arról, hogy ők ugyan biztosították a teszt környezetet, de sem személyesen, sem szakértőjük útján, sem egyéb szerződéses kötelezettség tekintetében ők maguk a titán előállításában, vagy a ráható erők hatásának az igazolásában, mérésében nem vettek részt. Mit tudott ez a titán? Képes volt önállóan manőverezni? Voltak létfenntartó rendszerei? Természetesen. Maga a Titán egy viszonylag kis jármű. Körülbelül úgy kell elképzelni a belső terét, mint hogyha egy bogárhátú Volkswagen ülne öt ember. És valóban, ahogy ön is mondta, a felegyenesedése nem volt alkalmas. Tehát törökülésben, illetve nyújtott lábakkal, de mindenképpen egy magzatpószhoz hasonló zsugorított testhelyzetben lehetett 8 órát eltölteni, hiszen 3 óráig, csak nem 3 óráig tartott a leereszkedés a felszínről a 4 km-es mélységbe. Ott legfeljebb 4 órányi hasznos munkavégzésre volt mód, és a töv maradék időt a felemelkedésre fordították. Atmoszférikus nyomás uralkodott a belső térben, tehát nem kellett dekompressziós megállókat beiktatni a felemelkedés során, ezért ez viszonylag gyorsan végbe tudott menni. Ennek, vagy ezért cserébe viszont óriási erők nehezettek erre a járműre a külső oldaláról. Önálló helyzetváltoztatásra korlátozottan volt képes, ez különböztetem még a klasszikus tengeralattjáróktól. az angol nyelvben a tengeralattjáró a submarine, ezekre a merülő eszközökre pedig a submersible kifejezést alkalmazzák, ami inkább arra utal, hogy ezek merülni képesek, nem pedig önálló és korlátlan, vagy a tenger alatt járókéhoz hasonló korlátlan tenger alatti manőverezése. Ez azt jelentette a jelen esetben, hogy ez a, a merülőeszköz a saját erejéből arra sem lett volna képes, hogy a teljes roncsmezőt bejárja. Gondoljunk arra, hogy ez a roncsmező, ugye, ahogy említettem is, több hektár kiterjedésű, ennek a hossza ez több mint 9 km, csak nem 10 km. A szélessége 3 km körül van. Ennek egészen egyszerűen nincsen annyi üzemanyaga a fedélzetén. Úgy tetszik, ugye ezt elektromos árammal hajtott a jellegzetes formáját talán a hallgatók is már jól ismerik, hiszen többször láthatták a különböző elektronikus média híradás felületein. Ugye ez egy nyújtott formájú lezárással rendelkezik, azt tartalmazza az összes meghajtáshoz szükséges gépi berendezést, illetve az akkumulátorokat, amelyek az energiát fejlesztik, és ezt megelőzően az úgynevezett kapszula kap helyet. Ugye azért nem gömb, mert ugye, ahogy említettem, és a két titánfél gömböt szétválasztották, és elhúzták egymástól, annak érdekében, hogy egy méter hosszú szénszálas utas teret egy hengert iktathassanak be közé. Ennek köszönhetően a teljes jármű, aminek a hossza kicsivel több, mint 6 méter, 6,2 méter, egy 10 tonna önsúlyjal rendelkezik. Ugye ennek a mozgatására alkalmasak a gépi berendezései. Két hajócsavarja van, amelyik a függőleges, és két hajócsavarja, amelyik a vízszintes irányú haladást teszi lehetővé, és ezeket valóban, ahogy ön is mondta, egy 2011-es gyártású Logitech márkájú játékkonzollal vezére. Ami egyesek számára ténylegesen nem volt túl meggyőző, ugye úgy is emlegették, hogy akkor ezt egy kicsit ilyen MacGyver módon fogpiszkálókból meg biztosítótűkből barkácsolták. Mi a legvalószínűbb, ami történhetett? Hogyan történhetett a tragédia? John Muger az amerikai partióség ellentenger a tegnapi magyar idő késő esti órákban, 21 órakor tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy megtalálták a tengeralattjáró szétrobbant részeit. Ugye öt különböző törmelék részt tudott megnevezni. Ugye a két titánfélgömböt, ezek sérülésmentesen egyben maradtak, viszont egymástól jelentős távolságra találhatók. A hátsó titánfélgömb mögötti a gépészeti részeket takaró áronvonalas burkolatot, illetve a hajónak azt a két állványát, amelyen keresztül, illetve amelyen a vízből kiemelt járművet tárolták. Tehát egyfajta ilyen szántalpakhoz hasonló keretről van szó. A roncsok elhelyezkedéséről szólva említette, hogy ezeknek az egymáshoz képesti relatív helyzete meggyőzően utal arra, hogy itt a túlnyomás hirtelen fokozódásából eredő robbanás pusztította el a járművet. Így tehát feltételezhető, hogy abban a pillanatban, amikor a felszíni járművel történő rádióösszeköttetés megszakadt, a robbanás is bekövetkezett. Mitől következhetett be pontosan ez a robbanás, és vélhetően milyen mélységben? Azt lehet tudni, hogy a két és fél óráig tartó ereszkedési folyamaton belül egy óra 45 perccel a felszín elhagyását követően következett be a baleset, tehát valamennyivel a tengermélyi ajzat fölött nem érték még el tehát a maximális mélységet. A valószínű oka. Nem találgatnék, de minden bizonyal az anyaggal függ össze, amelyből a tengeralattjárót építették. Potenciálisan két ilyen anyag lehet, vagy maga a szénszálas merevítésű középső rész, vagy pedig a 35 cm átmérőjű ablak a titán burkolat elején. Ezen túlmenően bármelyik illesztés potenciálisan hordozza magában azt a lehetőséget, hogy akár az ott bekövetkező anyagfáradás, amelyik az anyagkapcsolatokat illeti, tehát csavarok például, vagy hegesztés, vagy bármi olyan egyéb anyagkapcsolat, amelyiknek az összetevői anyagfáradás, vezethetnek, Vagy annak a, vannak kiszolgáltatva, eh, okozója lehet egy ilyen balesetnek. Nagyon sokáig keresték, keresték hatalmas hajók, katonák, szakértők, robotok. A terület nagysága és az ott uralkodó állapotok miatt tartott ennyire sokáig? Ugye tudni kell azt, hogy a tengermélyén úgy, hogy egy olyan eszközt keresünk, amelyiknek már nincsen önálló jeladója, tehát semmiféle kommunikációra nem képes a környezetével, kizárólag vizuális észlelés útján lehet földeríteni. Természetesen vannak olyan eszközök, amelyek az anyag jellemzőit használják az azonosításhoz, ilyenek például a fémkeresők, vagy egyéb olyan berendezések, például a szonárletapogatók, amelyek ugye a forma segítségével következtetnek emberalkotta mesterséges tárgyak tengermélyi jelenlétére. Azonban ez is egy kicsit hasonlít az, amikor bekötött szemmel egy sötét szobában tapogatózva, az érzékszerveink segítségével próbálnánk megtalálni valamit. Ennél fogva ugye még egy kis terület is nagyobbnak tűnik amikor ugye ilyen típusú keresésről van szó. Természetesen tudták, hogy hova tart a hajó. A végső nyughely ezeknek a roncsoknak nagyon közel van a titani korrához, ugye a hajó ortökéjétől 478 méternyire találták meg. Tehát azt kell mondani, hogy egyébként nyilván ők pontosan tartották az ütemtervet, és oda tartottak, ahova igyekezni, vagy eljutni vágytak. Ez a pozícióhoz képest nem szóródott szét túlságosan a hajó. Azonban a mentés kezdeti időszakában nem lehetett kizárni azt, hogy ez a hajó, ha nem semmisült meg, akkor esetlegesen saját a felszínre került. A mentés tehát rögtön ketté vált. Ugye a mentés legkiterjedtebb időszakában a helyszínen kilenc különböző hajó kereste az esetleges túlélőket, illetve a maradványokat azután a 96 óra eltelt után, amikor már lehetett tudni, hogy elfogyott a beltéri levegő. És egyrészt repülőkről ledobott szonárbójákkal, amelyek ugye hajó csavarzörejt, vagy más egyéb az esetlegesen a belső térbe bezártak dörömbölésére utaló akusztikus jeleket tudtak detektálni, illetve olyan távirányítású robot robotszondák, amelyeket felszíni hajókról vezérelve uh -huh. vizuális kapcsolatot tudtak keresni, akár az egyben maradt tenger a tenger melyén, akár a, a szétesett roncsokkal. És ugye volt egy harmadik kutatási irány, amelyik a, azt vizsgálta, hogy mi van, hogyha ez a hajó felszínre emelkedett. Tehát, ha egyben van, ledobták a e, hajót a mélyben tartó ballasztokat, ugye erre manuálisan is volt lehetőség, illetve, hogyha egy 24 órás periódus elteltével a hajó semmilyen vezérlési utasítást nem kapott, akkor automatikusan leoldotta ezeket. Tehát, amíg nem lehetett biztosan tudni azt, hogy a hajó megsemmisült, addig volt arra a matematikai esély, hogy esetleg a felszínen sodródik. És ahogy ön is mondta korábban, ennek a burkolatát kívülről kellett lezárni. Ugye a 17 csavar becsavarásával ezt az első kupolát rögzítették a hajótest többi részéhez, és gyakorlatilag ugyanezen a módon is lehetett kinyitni. Tehát nagyon kritikus volt az, hogyha esetleg a felszínen sodródik valahol ez a hajó, akkor az áramlások irányát és sebességét ismerve, mielőbb megtalálják, lehetőség még azelőtt, hogy a benti levegő elfogyhatna. Néhány tanulság először talán a jogi következmények, hogyha az utasok alá is írták, hogy akár a halálkockázatát is vállalják akkor, amikor bezárják őket ebbe a merülő kapszulába nevezzük, talán így, ez mentesíti a szervező céget minden jogi következmény alól, figyelembe véve azt is, hogy a fedélzeten olyan emberek voltak, akik egész vállalatbirodalmakat irányítottak, tehát a haláluk egy személyes tragédia, de egy hatalmas céget is érint. Egyrészt önnek abban igaza van, hogy valóban aláírattak minden résztvevővel egy joglemondó nyilatkozatot, amelynek a része az is, hogy elismerik, hogy a tevékenység, amelyben részt vesznek, rájuk nézve halálos végkimenettellel is járhat. Azonban az egy másik kérdés, hogy ezt a kockázatot e, milyen e, alapról vállalja az ember. E, ugyanis minden e, vízi járműnek a e, szolgálatba helyezését egy engedélyezési folyamatnak meg kell előzni. E, kérdés, hogy ebben az esetben erre melyik hatóság részéről és milyen teremfeltételekkel került sor, illetve a hajót az engedélynek megfelelően használták-e. Ezekre is majd természetesen az a vizsgálat fog fényderíteni, amelyre ezután fog sor kerülni, hogy egyelőre a fedélzeten tartózkodók, illetve a hajó nemzetiségek kapcsán több ország is potenciálisan érintett, Franciaország, Kanada, eh, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. Kérdéses, hogy ezek közül melyik hatóság fog majd eljárni. Én azt gondolom, hogy a hajó bejegyzésére tekintettel nagy valószínűsége az Egyesült Államok. De hogy az Egyesült Államok függetlenül attól, hogy az összes többi ország folytat a -e saját vizsgálatot, biztos vagyok benne, hogy le fog folytatni egyet. Annál is inkább, mivel a Titanichoz immár eh, több mint 40 éve eh, tartó kutató eh, expedíciók során soha senki nem sérült meg. És hogy az a bizonyos 2018-as agódó hangú levél is a szakmai szövetségtől arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egy nagyon nehezen kivívott. A résztvevők fegyelme, a szakmai szabályok iránti alázata eredményeképpen kivívott, nagyon komoly eredmény. A tenger mélyére szállni ilyen extrém mélységekbe az túlzás nélkül mondható legalább akkora teljesítmény, mint a holra szállni. És az, hogy ez 40 éven keresztül balesetmentesen történhetett, az két dolgot jelez. Egyrészt, hogy valóban nagyon fölkészült emberek komoly technológiával végezték ezt a feladatot, másrészt azt, hogy a nagyszámok törvénye alapján előbb vagy utóbb várni lehetett azt, hogy ez a balesetmentesség valamilyen úton, módon véget ér. És azt is ugye lehet tudni, hogy általában az összetett komplex rendszerek a leggyengébb pontjaikon szakadnak el. Tehát ha valaki vagy valamilyen expedíció bajba kerül, akkor az lesz, amelyik véletlenül a legkevésbé fölkészült. A titán katasztrófája ugyanúgy megváltoztatja ezt a típusú hajózást, mint a titanic 1912 után? Minden bizonyal. Vannak már ilyen hangok. 2011 és 12 között egy éves munkafolyamat eredményeképpen rög összegezte az azt megelőző tíz év kutatási tapasztalatai a brit történész Tim Maltin. Ugye ő volt az, aki több mint tízezer hajónapló átvizsgálása eredményeképpen vonta le azt a következtetést, hogy a Titanic akkori tragédiáját egy nagyon speciális légköri, illetve bolygóközi állapot idézte elő, és annak a nyomán meg egy szélsőségesen közeli naphold és földhold együttállás, ami olyan méretű sarki régiókat érintő árapályjelenséget idézett elő, hogy minden korábbinál több jéghegy szakadt le a Grönlandi és a Labradori jégmezőkről, és sodródott a hajózási útonalak felé. Ő volt az a történész, aki a katasztrófa hírére elsőként jelezte azt, hogy véleménye szerint ezeket a titanik irányuló expedíciókat, de legalábbis a turisztikai célúakat mindenképpen felül kell vizsgálni. Akadtak olyan többek között James Cameron segítő az expedícióiban támogató, szintén a helyszínen résztvevő búvárok, illetve mélytengeri kutatók, akik pedig annak a véleménynek adtak hangot, hogy valószínűleg ez a tragédia hosszú időre vissza is veti, még a tudományos célú kutatásokat is. Beszéljünk egy kicsit a Titanicról. Milyen állapotban van most a roncs, és milyen jövő vár rá? 2012-ben, a centenáriumi évben hozták nyilvánosságra a megelőző két év során gyűjtött adatokat. És ennek a két éves kutatási programnak az egyik fontos eleme volt annak a mikroklimának a kutatása, amelyik a roncs környezetében kialakult. Általános meglepetésre ugyanis vannak még halak is a roncs környezetében, de ennél sokkal fontosabb, hogy egy vasfalú baktériumfajtát, a Halomonas titanicét fedezték fel a roncsokon, amelyek folyamatosan vonják ki az elsőedése óta a hajótest acéljából a vasat. Yeah. <laughs> Ennek következtében a víz alatt eltöltött 111 év során olyan mennyiségű vas távozott a hajótest a céljából, hogy az már rövid időn belül a saját súlyát sem lesz képes elviselni. Változik, hogy ki mikorra valószínűsíti ennek a bekövetkezését. Van, aki 2030-ra, van, aki 2037-re, azonban az biztos, hogy 2040-nél hosszabb állékonyságot már senki sem jósol a roncsoknak. Tehát abban a formájában, hogy a most ismerjük a titanikot, két része szakadva, az orr és a tat, de közülük is inkább az orr még a hajdani eleganciájából felismerhető hajóformája van. Ez 2040-re biztosan nem lesz látható. Sokkal inkább fog hasonlítani ekkortól a hajó egy olyan puzzle társasjátékra, amelynek az elemeit a lezárt doboztető alatt jól fölrázták, eltávolították a doboztetőt, és aztán az egészet kiszórták a szoba közepére. Tehát az anyagkapcsolatok, az egymáshoz való viszonya az egyes alkotórészeknek, az ezt követően sokkal jobban fog múlni majd a hozzáértőknek a képzelőerején, illetve azoknak a a karakteres helyzetfelismerő képességén, akik elemzik ezt a roncsot, mintsem hogy a közönség számára vagy a gyakorlatlan szem számára is nyilvánvaló legyen. Komoly viták folynak arról, például kegyeleti okokból is, hogy a roncsot ki szabad-e emelni. De most még ki lehetne emelni? Nem. Egyáltalán van rá technikai eszköz, vagy maga a roncs még elbírná? Technikai eszköz van rá, de a roncs már nem bírná. El. Nem is lehet tartósítani, akár úgy is, hogyha ott marad, hogy megőrizzék a jelenlegi állapotát? Volt erre egy elképzelés, a roncsokat felfedező Robert Duane Ballard, amerikai óceánográfus, döbbenten fedezte föl az általa végrehajtott expedíciók során a 80-as, 90-es évek fordulóján, illetve 2004-ben, amikor utoljára járt személyesen a roncsokon, hogy az eredetileg a Harland és Wolf hajógyárban a hajótestre felvitt rozsdagátló, az bizonyos felületeken ugyanúgy működik és teljesíti a kötelességét, mint amikor eredetileg a hajótestem. Ez adta számára az ötletet, hogy e, gyakorlati próbának vesse alá azt az elméletét, hogy mi lenne, hogyha egy ehhez hasonló rozsdagátló bevonattal látnák el a roncsokat, az képes lenne megakadályozni a hajótest pusztulását. Azonban ezek a 2012-ben nyilvánosságra hozott mikrobiológiai kutatások cáfolták a feltételezést. Tehát sajnos azt kell mondani, hogy nincs jelenleg olyan ismert technológia, amelyel a titaniknak az elemi részecskékre történő szétbomlása megállítható lenne. Ez ez bizonyos szempontból megnyugtató, bizonyos szempontból nem. Ugye, ha arra gondolunk, hogy a minden emberi élet forrása a Földön, az óceán, akkor valahol számomra megnyugtató az, hogy ez az elemi részecskékre, atomokra elő vagy utóbb széteső hajó, ez föl fog oldódni ebben a világóceánban. Tehát atomi szinten visszatér oda, ahonnan keletkezett. A roncsokat tehát nem lehet kiemelni, de ettől még egy komplex tudományág, egy kutatási ágazat épül a Titanic köré, persze nem csak e roncs köré, más roncsok köré is. A Titanic tudományos és művészeti szempontból is elképesztő részletességgel dokumentált ismert hajó, ahogyan a sorsa is. A tudományos igényességű Titanic kutatásnak milyen perspektívái vannak, még figyelembe véve azt is, hogy nem sok ideje van már hátra a roncsnak a jelenlegi állapotában. Ugye azóta, hogy az argonauták megtették híres útjukat az argóhajóval, az aranygyapjút keresve, azóta a műemlékvédelem egy örök dilemmája, hogy hogyan lehet az eredetit megőrizni. Mert mi történt ezzel az argó hajóval? Ugye hazatért, legénységét diadalmasan ünnepelték, majd a hajó iránti tiszteletből azt kikötötték a rakparthoz, és folyamatosan gondoskodtak a jó karbantartásáról. De hát fából készült, hogy előbb vagy utóbb elkezdett a különböző falakat részek egyike másika megadni magát az időnek, és ezeket nagy tisztelettel kiemelték a hajóból, és elhelyezték a közeli templom oltára mögött. És ez így folytatódott egészen addig, amíg egy idő után ott volt az argó darabokban a templom oltára mögött, és ott volt egy másik kint a kikötőben. Melyik az eredeti? Na most ugyanezen az alapon a Titanic abban a formájában, ahogyan létrehozták, az eredeti meg fog semmisülni, ez kétségtelen tény. Azonban a mai technológiának köszönhetően nagyon-nagyon sok elemében az az élmény, amit a megismerése, a feltárása, a tudományos elemzése a kutatók számára jelentett, és az érdeklődők számára, mint információ biztosít, ez megőrizhető. Nem csak abban a formában, ahogyan a 90-es évektől napjainkig teszik, hiszen mostanáig ugye több mint 5500 tárgyból álló lelet együttes került a felszínre, a törmelékmezőről, hanem abban a formában is, ahogy az idén májusban elkészített és be, a nyilvánosságnak bemutatott teljes 3D roncsmodell biztosítja. Ez már nagyon közel áll ahhoz a koncepcióhoz, amelyet eredetileg Ballard megfogalmazott a tengermélyi múzeum koncepciójához. Tudnilik, elég bárkinek, aki számítógép felhasználó és felhasználó ismeretekkel rendelkezik, leülni a készülék elé és monitoron keresztül, azt néz meg a roncsból kívül és belül, amit csak akar. És ez idáig e, nem volt hozzáférhető. Ennél azonban sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy amíg számítógép felhasználó ember az emberiségben létezik, addig ez a lehetőség adott is marad. Tehát innentől kezdve azt kell mondanom, hogy ez a tevékenység, amit a roncs 3D digitalizálására fordítottak, túlzás nélkül korszakos jelentőségű. Ki -e egy roncs, akár a Titanic roncsa, akár másik hajóroncs, és ki -e az a sok minden, sokféle szempontból értékes dolog, ami akár a titanik roncsai között van, akár más hajóroncsok között a világ különböző óceánjainak és tengereinek, vagy akár folyóinak a mélyén. Ez két dologtól függ. Egyrészt, hogy az a hajó, amelyik elsüllyedt, az állami hajó volt-e, például hadi hajó, vagy magán személyekhez tartozó hajó, illetve hogy milyen vízben süllyedt el. Ugyanis a világ tengerek attól függően, hogy partközeli vizekről van szó, nem isten folyókról, folyótorkolatokról, vagy a nyílt tengerről, más-más jogi helyzetben van. És ugye ennek a két szempontrendszernek az együttese alapján lehet egy konkrét hajóról megmondani, hogy kinek a tulajdona. A Titanic jelen esetben egy magántulajdonú hajó volt, formailag egy brit bejegyzésű gazdasági társaság birtokolta, azonban ezt az amerikai, vagy ezt az angol céget egy amerikai pénzmágnás John Pierpoint Morgan tulajdonába tartozott, így tehát rögtön egy a vegyes tulajdonlás kérdése felvethető. Sőt, amikor a hajó elsüllyedt, akkor ugye a biztosító társaság, amelyiknél a hajót biztosították, szintén jelentős összegeket fizetett a károsultaknak, és 2017-ben egyébként ezen az alapon be is jelentkezett, mint potenciális tulajdonos, hogy hát hiszen kérem én, mint biztosítótársaság fizettem mindenért, úgyhogy milyen alapon is hoz innen föl bárki bármit az én engedélyem nélkül. Úgy tehát vitatott helyzetről van szó, főleg, ha még ehhez hozzáveszünk azt is, hogy a Titanic nemzetközi vizeken nyugszik. Tehát egyetlen egy olyan parti országnak sincs hatósága joghatósága fölötte a lelőhely pozíciójánál fogva, amelyik a partjai, amelyiknek a partjaihoz legközelebb van ez a lelőhely. Ugye Kanada is bejelentkezett erre a pozícióra, az Egyesült Államok is, de önmagában az, hogy a hajó egy nemzetközi vízfelület alatt nyugszik, nem biztosított számukra joghatóságot. A joghatóságot másra kellett alapozni. Ez egészen hosszú ideig váratott magára, 2004 az UNESCO égisze alatt fogadták el a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló nemzetközi egyezményt. Az Egyesült Államok nem lépett be ebbe a nemzetközi egyezménybe, azonban 1986 óta az Egyesült Államok területén egy annak tartalmával lényegében egybevágó tartalmú nemzeti jogszabály van. Itt tehát azt kell mondanunk, hogy Franciaország, nagy-Britannia, amelyik a leginkább kötődik a hajó történetéhez, meg kell egyébként jegyeznünk, hogy a nemzetközi egyezmény alapján bármely ország, amelynek kimutatható történelmi kapcsolata van a Titanikkal, például rajta utazók nemzetisége okán, az igényt formálhat a kutatásba való bekapcsolódásba. És az Egyesült Államok egyaránt jogi védelemben részesíti a hajót. Ez a jogi védelem a elsősorban a leletmentés módjára és a szabályozására terjed ki, tehát, hogy ki és milyen leleteket hozhat fel a hajóról, és bizony azokat a joghatósággal rendelkező bíróságokat is kijelöli, amelyek ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban jogosultak eljárni. Az amerikai virginiai tengerészeti ügyek bírósága jogosult a tekintetében az amerikai joghatóságot gyakorlatilag és ez a testület állapította meg, hogy az RMS Titanic INC az, amelyik jelenleg a roncsmentési jogok birtokosa. Ő sem a hajó birtokosa tehát, csak a roncsmentési jogoké. Így fordulhatott elő az, hogy a Titán, ugye az Ocean Gate INC-nek a merülőeszköze, turistákat tudott vinni a roncs közelébe. Ezt ugyan az RMS Titanic INC megtámadta a bíróság előtt, azonban a bíróság jelezte, hogy miután ő csak a roncsmentés útja, a turistákat szállító jármű pedig nem kíván roncsokat menteni, ezért nincsen kollízió a Két joggyakorló jog, jogainak a gyakorlása tekintetében. Így jöhettek létre tehát ezek a turisztikai utak. Összességében, ha röviden akarnám elmondani, akkor azt kell mondanom, hogy most a Titaniknak, magának, a fizikai roncsnak nincsen tulajdonosa. A hozzá kapcsolódó egyes jogoknak vannak jogtulajdonosai, akik ezeket a jogokat a rájuk irányadó szabályok szerint gyakorolhatják. Hol van a jogi határ a leletmentés és a sírrablás között? a Titanicból is, és feltételezem egyébként, hogy mindenféle hajóroncsokból még a világon, nagyon sok mindent hoznak fel. Ezeket kiállítják, ezekből pénzt csinálnak emberek. Mi a különbség tehát a leletmentés és a sírrablás között? A tisztelet. A, tisztelet az elhunytak iránt, a tisztelet a tárgyak iránt, és a saját szakmánk gyakorlására vonatkozó erkölcsi és szakmai szabályok iránt. Mondok egy egyszerű példát. Ugye, aki kisgyereket nevel, az pontosan tudja, hogy a gyerek azt csinálja, amit megengednek neki. Ebből a szempontból nagyon lényeges, hogy amikor a Titanic lelőhelyéről fölhozott 5500 tárgynak a jogi sorsát kellett rendezni, akkor a bíróságok, amelyek ebben érintettek voltak az óceán mindkét partján, Amerikában és Franciaországban is, egyöntetűen ahhoz a feltételhez kötötték a leletmentés hogy az ilyen módon felszínre került leletanyagot egyben kell tartani. Tehát kereskedelmi célra nem lehet értékesíteni. Mindig arról kell gondoskodni, aki erre adta a fejét, hogy felhozza ezeket a leleteket, tetemes költséggel egyébként, és ebben nem csak a visszanyerésükhöz szükséges költségeket, hanem a konzerválásokhoz szükséges költségeket is bele kell érteni. Annak bizony kötelessége az, hogy ezeket egyben tartsa, nem lehet darabonként eladogatni, és bizony biztosítani kell, mint az emberiség közös kulturális örökségéhez való hozzáférésnek a folyamatosságát. Most ehhez képest... A, az RMS Titanic INC, amelyik a felszínre hozott leletek tulajdonjogával rendelkezik, már ugye a kiállítás jogát is eladja. Egy kiállítás szervezésre specializálódott cég rendelkezik a kiállítások szervezésének a jogával, és ő vándor kiállításokat szervez ebből a leletanyagból, szétdarabolva a gyűjteményt, amelyet a bíróságok szerint egységesen kellene kezelni. Tehát együtt az 5500 lelet soha nem látható. Mert turnézik egyik része itt, másik része ott a világban, és ebből komoly pénzeket csinálnak. Na most itt a, ugye a gyerekes hasonlat, visszatérve. Ugye a bíróság nem mondta ki, hogy mit jelent az, hogy egyben kell tartani. Amit az ítéletből ki lehet olvasni egyértelműen, az az, hogy nem lehet eladni és akkor a cég, amelyik ugye a tulajdonjoggal rendelkezik, és a kiállítás szervezés jogát is értékesítő, ebből azt olvassa ki, hogy hát jó, akkor nem adhatom el, de azt nem tiltották meg, hogy én darabonként szervezzek belőle a kiállítást. Tehát ugye látható, hogy eznek a kérdésnek a jogi kezelése új és még újabb olyan kérdéseket vet fel, amelyeket meg kell válaszolni adott esetben. Jelenleg most nincs olyan kérdés, hogy ezt a fajta kiállítás szervező gyakorlatot bárki is kifogásolna. Tehát per ezzel kapcsolatban nincsen folyamatban? Nincsen. Sokkal több minden van lent még a titánik roncsai között, mint amennyit felhoztak leletként onnan. Ugye a hajókról azt szokás mondani, hogy ott a baba elendjétől a koporsóig minden van. És ez valóban így is van, hiszen egy tengeri út az nagyon-nagyon sok váratlan és várt meglepetést is tartogathatott a résztvevők számára. Ugye elég csak arra gondolunk, hogy Arisztotelész szerint háromféle ember van, az élő, a holt és aki tengerre száll. De hát ugye egy-egy ilyen atlanti óceáni átkelés a Titanic korában 1912-ben 5-6 napig is tartott időjárási viszonyoktól függően. messze nem volt egyértelmű az, hogy ki és milyen módon érkezik meg, amikor útnak innen. Nagyon-nagyon sok embernek a mai nézőpontunkhoz képest váratlanul sok embernek a neve mögött szerepelt az anyakönyvekben az, hogy eltűnt a tengerem. Kevesen tudják, mert nem tartozik az érdeklődés homlokterébe, de ez a mai napig így van. A, a Brit Nemzeti Mentőcsónak Szervezet, kvázi a Brit Parti Örség becslései szerint évente több mint 250 ezer ember hal meg világszerte azért, mert vízbe fulladt a folyókon, a tavakon és a tengereken. A WHO adatai szerint ez a szám még nagyobb, ez 320 ezer fő évente és akkor ugye mindenki hirtelen a menekültekkel zsúfolt földközi tengeri átkelők hajókra gondolna, de nem erről van szó. Azoknak a résztvétele ebben a 320 ezres számban, ez évente az 1400-5200 fő között ingadozik, elenyésző. A 90%-a ennek a vízbe fúló embertömegnek a fejletlen országokban keletkezik, és tipikusan a lakóhelyétől nem több mint 20 méterre fullad vízbe. Elsősorban a vízi jártasság hiánya, illetve a vízi közlekedésre és a közlekedési eszközökre vonatkozó szabályok kidolgozatlansága, illetve ha vannak is szabályok, a betartásuk hiányosságai folytán. Az, ami a titán esetében is bekövetkezett, hogy fejlett országok rendkívül gazdag polgárai körében következik be ilyen. Ez egy érdekes dolog, mert az Egyesült Államok és Kanada összesítás statisztikái alapján a vízbefulladás az első öt halálok között van az évi halálozások számában a sporthajók tekintetében. Tehát a kettelési célú vízi járműveknek a kezelői tulajdonosai vannak abban a helyzetben, hogy kitegyék magukat ennek a halálok. És hát fájdalmas, hogy a titánnal végül bekövetkezett események is a statisztikát erősítik. Arra számít, hogy a titánnak a roncsait is kiemelik majd, onnan is lesznek leletek, és azokat is ugyanúgy fogják kiállításon mutogatni, mint a titanikét? Őszintén <haz> szóval nem gondoltam erre, nem gondolkoztam ezen az esetőségen. Nagyon szomorú és sajnálatos, ami történt. E, azt hiszem, hogy ha e, bármit is felhoz színre hoznának a, a balesetet szenvedett tengerállatjáró maradványai közül, akkor az első körben biztosan, hogy helyszínelői feladatok ellátására, tehát az igazságügyi szakértői tevékenység megalapozására tennék. Ne felejtsük el, hogy ugye ahogy a maga Stockton Rush is, aki szintén életét vesztette a katasztrófában, az több sajtónyilatkozatában hangsúlyozta, ez egy kísérleti jármű volt. E, ugye nyilván ennek a kísérleti járműnek a kísérleti jellege nagyon ellentmondásos, mert a 13. útján érte halálos tragédia, de 12 úton keresztül ez a technológia, amit a felépítéshez alkalmaztak, ez jól teljesített. Tehát nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy ez semmire se volt jó. Nyilván innentől kezdve kalibrálni kell azt, hogy amire jó volt, arra viszont milyen feltételek mellett alkalmazható. Tehát azt el tudom képzelni, hogy egy nagyon komoly anyagvizsgálatnak zajlania kell, amely földeríti azt, hogy ez a csak nem 13 cm vastag szénszálos merevítésű kompozit anyag, ez tulajdonképpen meddig terhelhető, mire jó, illetve, hogyha nem ezzel történt baj, hanem mással, akkor az pontosan milyen okokra vezethető vissza. A felszerelés, a karbantartás, az összeállítás, melyik volt az a munkafolyamat vagy mozzanat, amelyik végül is a katasztrófa bekövetkezéséhez vezetett. Ez csak a roncsok felszínre hozatalával lehet eldönteni. És ez bizonyára így van más hajóroncsoknál. Ön 16 történelmi hajóroncs feltárásánál közreműködött szakértőként. Melyek voltak az ismertebbek erről egy kicsit röviden? Talán a legismertebb mert ebben, ami a titanikhoz hasonló közérdeklődése tarthat számot, az a Lusitánia óceánjáró. Ellentétben a Titanikkal ez part közelben fekszik. Egy kicsit olyan helyszínen, mint a balatoni hajósok számára ismerős Tihanyi félsziget. Ugyanígy az Atlanti óceánnak a melléktengere a Kelta tenger bejáratánál egy ugyanilyen jellegzetes tájékozódási pont a Kinszéli öregorom. Nagyjából a formájuk is hasonló egyébként a Tihanyi félszigettel, és ennek a közvetlen közelében a partoktól nem egészen 20 km fekszik a ízben az Aluzitánia óriás gőzös. Ugye azt szokták rólam mondani, hogy ha a Titanic nem süllyed el, akkor már mindenki Aluzitániáról beszél. És pedig azért, mert ennek a hajónak az első világháborúban tenger alatt járók által történt elsüllyesztése volt az az esemény, abban a az egyik esemény abban a hosszú esemény sorban, ami hozzájárult az Egyesült Államok belépéséhez az első világháborúba, Ausztria, Magyarország és Németország ellen az Antant oldalán. Tehát túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ez egy történelem formáló hajó. És ennek a roncsai számos műszaki kérdésnek a meg megválaszolásához tudnak hozzájárulni. Éppen most ebben az esztendőben is július folyamán el leszek tagja a következő expedíciónak, amelyik majd a roncsokat kutatja. De ugyanígy például a Titanic egyik féltestvérét, a Statenda mócájárót is sikerült feltárni. Sőt, első ízben az első óta a könyvet is én írhattam a történetéről, amelyet az hajó szülőhelyén, a Belfasti Hárland és gyárban mutathattunk be. Ugye ezt a hajót közvetlenül a Titanic után építették, annak a tervei alapján holland megrendelésre, a holland partivizek adottságainak megfelelően áttervezve, egy kicsit miniaturizálva a Titanicot, hiszen a Titanicnak 11 méteres merülése volt ennek a hajónak csak 8, azért, hogy a sekélyebb hollandi vizeken is biztonságosan hajózhasson, és az első világháború alatt szintén tengeralattjárók támadás áldozatává vált, ám de annak az összehangolt tenger alatt járó tevékenységnek, amit mindenki a második világháborúból eredeztet, ugye a farkas-falka taktikának. És a jelenleg írásbeli bizonyítékok alapján föltárva kiderül, hogy az első eddig detektált összehangolt tenger alatt járó manőver, az bizony ennek a hajónak az első edéséhez kötődik. Vannak még olyan hajóroncsok a világ vizeiben, amelyekről tudják, hogy valahol meg kell lenniük, híres hajók voltak, de még nem találták meg őket? Természetesen nagyon sok olyan hajó van, amelyről tudják, hogy egy hajó roncs van az óceán vagy a tenger egy adott pontján, viszont nem tudják, hogy melyik hajó. E, aztán nagyon sok olyan hajó is van, amelyikről ugyan tudják, hogy melyik hajó, de amelynek a kutathatósága vagy műszaki okok miatt, mint a Titanic esetében, hogy az idő múlásával elenyészik, vagy egyéb háborító tevékenységek, például e, a fémanyagnak a kitermelése folytán eltűnnek. Ilyen például a legutóbbi hírekből talán ismerős lehet az újságolvasó közönségnek, hogy az évele döbbenten állt a világ közvélemény azelőtt, hogy két második világháborús brit hadihajónak a hadisírnak minősülő roncsát a kínaiak egészen egyszerűen kitermelték a Maláj tengeren, a Ripáz és a Prince of Wales nevű csatahajóknak a roncsait, mert mint fém, bontott fém, értékes volt. Az értékét pedig az is növelte, hogy még az atombombák robbantása előtti korszakban süllyedtek el, tehát anyaguk nem szennyeződött nukleáris bombás termékkel. Köszönöm szépen, hogy itt volt. A szomorú apropó ellenére is érdekes információkat osztott meg velünk. Az Inforádió Aréna című műsorát hallották és látták. Vendégünk volt Balog Tamás műemlékvédelmi szakjogász, hajóroncskutató hajózás történeti szakíró, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózás Történeti Egyesületének elnöke. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében Szécsi Ágnes, Módos Márton, Illis László és Paz Bence én Herceg Zsolt vagyok, köszönöm a figyelmet!